Kellemetlen időjárási viszonyok között zajlott a Majosi Ese legutóbbi edzése. A csapat azonban elszántan dolgozik, töretlen a lelkesedésük a tavaly júniusi mérkőzés óta, amely után kiderült, újra feljutottak az NB3-ba. A végéhez közeledő tavaszi szezonban is nagy lendülettel megy a csapat előre. Amíg a vezetőedző a feladatokat állította össze a pályán focistáinak, addig a belső védő elárult a stábunknak, mennyi munka van a csapat mögött. Azt gondolom, hogy egy nagyon hosszú szezonon vagyunk túl. Ugye a tavalyi megye egyes bajnokság megnyerés után viszonylag kevés időnk volt pihenni a nyáron, és így volt egy elég jó felkészülésünk, ami az elején meg is mutatkozott. Viszonylag jól indultunk, én azt gondolom. Sajnos utána jött egy hullámvölgy, egy kicsit gödörbe kerültünk, ugye hosszú időn keresztül nem sikerült nyerni, de itt a végére ismét sikerült felpörögni. Én azt gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy rengeteg munkát raktunk bele ebbe az egészbe, és hála Isten a srácok is olyanok egytől egyig, aki szeret dolgozni, szeret itt lenni, és hála Isten egy nagyon jó közösség alakult. Meg volt mögötte egy támogatás az elnökség és a tulajdonosok részéről is, és nem utolsó sorban a szakmai munka is ott volt a János Szabi és a Kardos Ernő személyében. És persze a kapusedző János Gergő, valamint Kelemen Krisztián erőléti edző és Illés Balázs Gyúró munkája is elengedhetetlen volt ahhoz, hogy eléri a majosi csapat a kitűzött célokat. Ennek az egységnek köszönhető nagyjából minden. Nagyon-nagyon jó közösség és egy nagyon-nagyon jó közeg van itt a csapat és az egyesület mögött. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy sikeres szezon zártunk mindenképpen. A bennmaradással feltettük a pontot az íre, úgyhogy sikeres szezonnak értékelem, ezt remélem, hogy jövőre is sikerül ezt folytatni. Minden meccs nagyon nehéz volt, nagyon-nagyon sok jó ellenféllel találkoztunk, és azt gondolom, hogy itt friss feljutóként nem beszéltünk olyanról, hogy könnyű meccs, úgyhogy igazából végig küzdöttük az összeset, néha sikeresebben, néha kevésbé, volt ahol szerencsénk volt, volt ahol nem. A csapat azonban nem dőlt hátra, még kettő meccs vár rájuk a tavaszi szezon végéig, azokon is a legjobb formájukkal szeretnének majd bizonyítani a pályán. Egy biztos, a majosi csapat elérte a célkitűzését, bent maradt az NB3-ban. Ez azért egy nagyon nagy dolog ennek a kis falunak az életében, tehát ilyet itt még nem volt. Itt az első, hogy sikerült NB3-ban bent maradni ennek a csapatnak, úgyhogy nyilván ez egy nagyon nagy siker, úgyhogy mindenki nagyon örült. Igazából beleraktuk a munkát, úgyhogy ez ennek köszönhető, hál' Istennek. A vezetőedző elárulta a csapat összetartása és az elszántsága elengedhetetlen ahhoz, hogy megvalósítsák célkitűzéseiket. Én tavaly akkor egy pécsi újságírónak lenyilatkoztam, hogy én azért szeretnék maximalistánben lévén egy biztos bennmaradást kitűzni magamnak is, meg a csapatnak is. Ugye ez abszolút sikerült, hiszen az egész szezon alatt nem voltunk soha kieső helyen, és úgy gondolom, ez mindent elmond, hogy egy hónappal a bajnokság előtt biztos bennmaradó a csapat. Így bőkerettel indultunk neki, azért a fiatal szabály miatt kellett 3-4-2004-es játékos, 25 fővel indultunk neki. Nem azért, mert biztos voltam benne, hogy lesz sérülés, biztos voltam benne, hogy lesz formanyatlás, abban is biztos voltam, hogy lesz olyan játékos. Sajnos az öltöző, a futballöltöző ilyen, aki nem biztos, hogy föl tudja venni ezt a ritmust, és meg kell tőle válnunk, vagy emberi, vagy kvalitásbeli dolgok miatt. Ez mind-mind megvalósult, és ezért indultunk bőkerettel. Aztán szép lassan ugye egy-két játékos lemorzsolódott, különböző okok miatt, de hát ez minden évben, minden csapatnál ez előfordul ilyen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jól döntöttünk akkor, amikor ilyen bőkerettel mentünk neki. Ugye 10 játékos jött nyáron. A nagy mag együtt maradt. Ez mindenképpen meghatározó volt, hiszen a játékosok ismerték egymást. Ez a kohéziós erő, amit az öltözött képviseli, ez nagyon-nagyon sok pontot hozott, főleg hazai pályán, tehát ha hazai pályán ötödik lettünk, ez szenzációs teljesítmény, az utolsó 5 mérkőzést megnyertük, egy gólt kaptunk, ez mind az öltözőnek és a kohéziónak az eredménye, és ezért volt fontos az, hogy a saját játékosok, akik a bajnoki címben részt vettek, együtt tudjanak maradni. Nyilván kellett igazolás. Én úgy gondolom, az igazolásaink 70-80%-ban ültek. Nyilván ez lutri, mert van olyan igazolás, aki, ez mindig is lesz ilyen a szezonban, átigazolás szezonban, aki nem biztos, hogy megüti majd ezt a szintet, de hát ez benne van a futballban, ilyen is volt sajnos, úgyhogy összességében azt gondolom, ez így pozitív. A csapat utóbbi időszakára határozottan a fejlődés a jellemző. Úgy gondolom, hogy a majosi futballnak ez az utolsó 2 év, ez a minden idők legsikeresebb 2 éve. Nyilván megfogom, tisztában vagyok a képességekkel. Előre kellett lépni mindenbe, tehát ugye az megye egybe játszottuk egy olyan játékot, hogy mi tudtunk dominálni. Nálunk volt a labda végig szinte, itt az NBA-ban ez megfordult,
és második szándékba kellett játszanunk, ami azt jelenti, hogy az ellenfélnél volt többet a labda, nekünk kellett második szándékba játszani, de előre kellett lépni a labdabirtoklásba, ahogy említetted, technikailag is, taktikailag is sokat fejlődött a csapat, de még mindig van rengeteg olyan dolog, amiben előre kell lépni. Van hiányérzetem is, én úgy gondolom, hogy 7-8 pont még mindig benne maradt a csapatba, de nyilván van vissza két mérkőzés, ezt meg lehet szerezni. Előre lépjünk, mindenbe kell változtatni. Legfőképp a, úgy gondolom, ez az NB3 ugye inkább profi osztály, mint amatőr. Sőt, én azt gondolom, ez profi osztály, így belekóstolva. Itt komoly profi csapatok ellen játszottunk, ezért nekünk is a magánéletbeli dolgokat még profibbá kell tenni, profibb gondolkodássá kell rakni a játékosokat. Ez beleértve az életvitelt, a hozzáállást, az edzés munkától kezdve a magánéletbeli dolgokat még profibban kell. És azt mondtam a srácoknak az öltözőben, nem elég csak ebbe a másfél-két órába ide koncentrálni edzésen, a magánéletben is profibban kell viselkedni. Akkor úgy gondolom, még előre tudunk lépni. Szakmailag is ez rám is vonatkozik, még többet kell dolgoznom, még többet kell belerakni, bár ugye sokszor nekem is az erőm véges, hiszen sokszor 8 órát foglalkoztam napi szinten a futballal, de még többet kell beleraknom, hiszen ez az év úgy gondolom, ami lesz, ez még nehezebb lesz, hiszen most már ránk fognak készülni a csapatok. Tudják azt, hogy a Majost nem lehet elintézni, csak úgy, hogy ez kieső csapat lesz. Most még nehezebb lesz, hiszen mindenki azt mond, gondolja, hogy hát igenis a Majost nem fog készülni. Nekem van egy elméletem, van egy maximalizmusom, ezt próbáltam átadni a játékosnak, de én úgy gondolom, mindent összevetve, ez a játékosok, a szakmai vezetés és a vezetők részéről sikeres év volt, és itt szeretném is megragadni az alkalmat, hogy már százszor elmondtam, hogy ez nélkül, vagy ez csak én miattam nem működött volna. A játékosok nélkül nem működött volna. Itt nagyon nagy szerepe volt a Gyános Szabinak, a háttérmunkába, nem is tudom mekkora melót végzett, illetve nem mellékesen a vezetők, hogy mindent megteremtettek ezen a szinten. Ez szenzációs, tehát nyilván Bonyhád városa is mögöttünk állt, tehát ez az egész egy kohézió, ez így összeadott, és ezért lett egy siker. A Majosi Ese köszönetét fejezi ki szponzorainak és szurkolóinak is, akik hűségesen támogatták őket az egész szezon alatt. Nyilván a szurkoló mindig ugye olyan, hogy a legtöbbet akarja. Ezt nem tudjuk mindig megvalósítani, tehát nem tudunk mindenkinek a szája íze szerint futballozni, de minden idegenbeli meccsünkön minimum 20-30-an ott voltak, tehát meg is lepőlt egy-két csapat, hogy hú, nektek ennyi szurkolótok van. A hazai pályán pedig szenzációs az, hogy országos szinten is azért több száz ember kijön. Hát a tavalyi osztályról nekem meg az egyik legnagyobb élményem, tehát több mint 1000 ember itt volt. Úgyhogy csak parád és szuperlatívuszokat tudok beszélni a szurkolókról tényleg. A következő mérkőzésre május 14-én 11 órakor Újpesten kerül sor, utána pedig hazai pályán Ceglét csapatát fogadja majd a Majosi Ese.